pécsi srác, kickbox alapokkal rendelkezik. Ugye megtévesztő lehet, hogy Jani Pisti egy picit talán puhosabbnak tűnik, de garantálom, hölgyeim és uraim, hogy Jani Pisti nagyon-nagyon kemény. Volt szerencsém látni élőben a European League egyik gáláján. Hát mit akadás? Nagyon durván zúzott a srác. A belső menet egymenetes volt, ugye? Igen. Itt van Makai Renátó, akinek a kasznia az jóval brutálisabbnak néz ki. De hát ugye az izomzat az lehet, hogy pontosan nem fog savasodni, és nem fog sokáig tartani. Ugye nagyon kíváncsi vagyok a mérkőzésre. Méregetés, nézik, hogy mit tud a másik. Összesen 227 távokat kell ilyenkor. Meg azért az idegeknek a borzolása is tulajdonképpen az első pár másodperc. Igen, ha bemelegednek utána, onnan már nem probléma. Brutális alazás! Megint nem látjuk rendesen. Hát, ha Pisti megfog valamit, akkor az nem biztos, igen, hogy elengedi. Ha jól emlékszem, egyébként a Europa League-ben egy submission-nál nyert. Igen, hát az bent van, hogy az bent van. És akkor bent van. Ennyi volt. Ennyi. Makai Renátó nagyon jó tájboxos, de a földharcban most kifogott rajta. Igen. Jani Pisti. Mondhatni szokás szerint, és hát ugye a mérlegét tovább javította. Ez sem volt egy látványos bunyó tulajdonképpen, de hát a fiúk nem ezért jöttek. Így van. Láttunk már ilyen rövid meccset, nem egyet, nem kettőt. Igen. Sajnos ilyen is van.